Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornán! Ma eljöttünk Kékestetőre, itt vagyunk a Mátrában, és úgy gondoltam, hogy mivel annyira gyönyörű a természet, hogy ezt mindenképpen szeretném nektek megmutatni. Ráadásul nem csak, hogy a táj gyönyörű, de vannak aranyos, nagyon-nagyon tündéri kis mókusok is, és teljesen odajönnek közel, már megszokták itt az emberek jelenlétét, és még a kezemből is elveszik a mogyorót, úgyhogy nagyon-nagyon élvezem, hogy most itt vagyunk, és nagyon ott is szalad egy istenem, annyira aranyos, úgyhogy szeretném ezt nektek is megmutatni, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Van itt nem messze egy nagyon szép kis forrás, úgyhogy most lemegyünk és megnézzük azt is. Remélem még útközben is látunk mókusokat. Ráadásul nagyon szerencsénk van, mert gyönyörű időnk van, ugyanúgy egy kicsit hűvösebb van itt fent a hegyekben, ugye hát Magyarország legmagasabb pontján vagyunk, de egy vastag pulcsi és egy jó meleg vastag sál bőven elég, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép időt fogtunk ki. És most irány a forrás. Útközben egy kicsit azért a mókusoknak szent magyaróból én is eszegetek, ami az ilyen sima magyaró, amit hoztunk a mókusoknak, természetesen nem sózott, hanem sima natur, úgyhogy egy kicsit én is eszegetek belőle. Mókus! Mókuska fenn a fán! Szia! Ott is ott a kis mókus! Csak az a csúnya cigis doboz ne lenne ott! Jaj, hogy fut! Jaj, hogy osan! Eszméletlen szép ez a hely, ahova jöttünk, és nagyon tetszik, hogy tényleg odafigyelnek az állatokra, nézzétek! Itt is van kitéve nekik egy kis eleség, és ezért ennyire szelidek is, hogy így nem félnek az emberektől, és teljesen közel jönnek. Szia, picúr! Jaj, de tündér vagy! Mókus, gyere, van mogyorom! Hopp! Itt a mókus, istenem! De aranyos! Ezt a kezemben a mókus. Istenem. Nagy aranyos vagy, Úristen. Jaj. Eszik a kezemből. Hát mennyire tündéri! Ott a mókus! Ott! Hopp! Kukucs! Hát szia! Hopp! Istenem, de aranyos vagy! Ilyen kis aranyos! Kis bojtos fülű! Ott is ott egy mókus.
próbálják csalogatni. Hazafelé megálltunk egyet bobozni, és hát anyukám eléggé meg van ijedve, de a kedvemért ezt most bevállalja. Úgyhogy itt van, megérkezett, hol van? Itt a bob nekünk, és mindjárt egyet. Hús! Eljöttünk sikeresen a bobbal, és anyukám annyira élvezte, hogy egy második menetet is mentünk végül. Aztán még kicsit sétáltunk itt a környéken, mert egyébként ez a bobpálya egy kalandparkban van, ami sajnos már bezárt, de nyáron üzem és rengeteg minden van. Itt mögöttem vannak ilyen katonai járművek, akkor van egy ilyen vízikalandos pálya is, meg egy nagy függőhíd, és itt készül mögöttem a libegő, ami már tesztelés alatt van, és tavasztal ez is nyitva lesz, és szerintem szuper lesz, mert tényleg gyönyörűen a kilátás, körülöttünk ugye a gyönyörű hegyek, úgyhogy itt nagyon izgalmas, és nem tudom, hogy mennyire látjátok, ott van egy hatalmas függőhíd, azon is át lehet menni, szóval rengeteg szuper dolog van itt a kalandparkban, és egyszer én már itt voltam, még régebben megálltunk, és volt egy ilyen nagy, mint ami a Fülöp-szigetelkes vlogban volt, hogy így át lehetett hogy suhanni, hogyha láttátok azt a vlogot, akkor tudjátok, ott is így felkötöttek minket, és akkor így átlendítettek, és csúsztunk hosszan, mint a kukacok, hiuh! És itt is van egy olyan hasonló, régen azt kipróbáltam, meg én úgy emlékszem, hogy a függőhidat is, és nagyon-nagyon király volt, úgyhogy ha itt jártok a Mátrában, és belefér az időtökbe, szerintem mindenképpen próbáljátok ki, mert egy nagyon szuper kis hely. Most már indulunk haza, úgyhogy én el is köszönök tőletek, remélem tetszett nektek ez a vlog, én nagyon élveztem a mai napot, a gyönyörű tájjal, az aranyos mókusokkal, és a végén a bobozás is fantasztikus volt, úgyhogy remélem nektek is tetszett ez a kis rövidebb vlog is, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!